Sziasztok! Régóta szerettem volna mozaikos asztalkát készíteni, és most itt volt rá lehetőség. Anyukámnál találtam egy kis asztalt, ami már nem kellett neki, és jó néhány csempét is. Ezek közül válogathattam az asztalkámhoz. Ezek már régi csempék voltak, ezért nem mindig úgy törtek, ahogy én szerettem volna. Kaptunk egy ajándékba egy csempevágót is apósomtól, és elkezdődhetett a munka. Férjem megmutatta, hogy hogyan kell vágni a csempét. Először csíkokra, és aztán kis négyszegekre, négyzetlapokra, és aztán el is kezdtem csinálni. Először végig kell karcolni, hogy olyan szép, sercegő hangot kapjunk, és azután lehet ügyesen ketté törni a két darabot. Hát ez nehezebb, mint amilyennek látszik, mert jól végig kell karcolni, hogy ne maradjon ki sehol, és aztán egy határozott mozdulattal ketté vágni. És a csempék néha nem úgy törnek, ahogy szeretnénk. Nem elég erősen karcoltuk, nem karcoltuk mindenhol végig, vagy nem törtük elég erősen, vagy túl erősen törtük, ezért sokat hibáztam, néhánynak lepattogzott a teteje is. Ezek a csempék így kint voltak tárolva, és ez is lehetett. Amellett, hogy kezdő voltam, a hiba forrása. Sok-sok csempét vágtam össze hozzá, hogy elég legyen a képhez, amit előtte egy vázlatlapra megrajzoltam. Nagyon fárasztó volt karilag, amire minden kis kockát levágtam, ezért férjem is és fiam is a segítségemre volt, hogy elegendő csempedarab legyen a képhez. Amikor már úgy éreztem, hogy elég a csempe, akkor kiraktam nagyjából a mintát az asztalkára, ezután félreraktam, és összekevertük a csemperagasztót. A csemperagasztót elegyengedtük a kis asztalkán, akkurátosan, hogy ne legyen sehol se több, se kevesebb, hogy ne legyen domború az asztalka. És szépen lesimítottuk. A csemperagasztó körülbelül 20 perc alatt szárad meg, és ezért már előre kiraktam a képet, hogy csak soronként kelljen majd lerakni, nehogy a végén utolsó csempét már a száraz csemperagasztóba rakjam bele. Izgultam is miatta, hogy elég gyors leszek. Leszedtük a fölösleget, aztán elkezdtem rakosgatni a mozaik darabokat. Látjátok, hogy mit rakok éppen? Lehúztam, hogy vízszintes legyen, ezután összekevertük a fugaanyagot, mert megszáradt a csemperagasztó, akkor elkezdtem egy spaklival ráhúzni a fugát, minél jobban, hogy belekerüljön a rések közé, és nem maradjon lyuk benne. Ebben férjem is, kislányom is segített. Néha egy kis harc indult a spakliért, hogy kiken éppen vele. De aztán végül az egészet sikerült bevonnunk együttes erővel. És amikor ez is egy kicsit megszáradt, akkor lehetett letörölni a csempe tetejéről, hogy csak a résekben legyen belőle. Ezt a törlő mozdulatot sokszor meg kellett ismételni egymás után, hogy mindenhonnan lejöjjön a fuga, onnan, ahol nem volt rá szükség.
és kész lett. Ezután a fürdőszobában is használhattuk már a kis asztalkát, mert nem volt baj, hogyha vizes lesz, egy virág alá tehettük, de rakó asztalkának is szívesen használtuk. Mindenki nagyon örült neki. Remélem tetszett a mostani rész. Ha igen, lájkold, iratkozz fel, esetleg támogassad a Nablin. Sziasztok!